Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Kórházi dolgozóktól lopott, Szenteste napján surrant be az intézménybe a szekszárdi férfi. Százezreket adott át szatyorban, fogalma sem volt a nagyértékű ékszerekről a porúját nőnek. Látogatók, táborozó diákok ismerkedtek a Tolnatáj televízió stúdiójával. Kaposszegcsői nyári tábor, 13 éve töretlen a rendezvények sikere. A Tolnatáj televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Kórházi dolgozókat lopott meg Szenteste napján egy férfi Szekszárdon, az egyik étkező teremben kezdett el kutatni az ott lerakott táskákban, amit talált, azonnal elvette, a bíróság most börtönbe küldte a tolvajt. A kórház egyik étkező termébe surrant be a férfi tavaly december 24-én, a teremben az ott dolgozók elzáratlanul lerakott táskáiban kezdett kutatni, összesen négyet nézett át, mindegyikben talált pénztárcát, amiket azonnal a ruhája alá rejtett. A dolgozók táskáiból magához vette az ott tárolt pénztárcáikat, abból a benne lévő készpénzt magához vette, a pénztárcákat pedig elrejtette részben a műtőblokk felújítás alatt álló mennyezetében, részben pedig a műtőblokkban található egyik WC tartályában. Mutatjuk a rendőrségi fotókon, miket vitt el a tolvaj. Ezen a képen látszik, hogy az iratokat a tárcákban hagyta, csak a pénzt vette ki belőlük. Ezen a fotón pedig az a 32 ezer forint látható, amit a rendőrök foglaltak le tőle. De korábban még több hasonló bűncselekményt is elkövetett. Volt, hogy decsi házakba és az udvaraikba lopódzott be, pénzt és értéktárgyakat is vitt magával. A férfi tetteiért most halmazati büntetésként másfél év letöltendő börtönbüntetést kapott. Az ítélet jogerős, ezért a kórházi dolgozóktól lopott tolvajnak hamarosan mindenképpen rácsok mögé kell vonulnia. Folyamatosan nőtt a Lyme-kóros megbetegedések száma Magyarországon az elmúlt években. Míg 2015-ben valamivel több mint 600-an fertőződtek meg a betegséggel, addig azóta évente több mint 1400 beteget kezelnek az ország kórházaiban. A Lyme-kórt leginkább a vérszívó rovarok, szúnyogok, kullancsok és bolhák terjesztik. A betegség első tünete, hogy a rovarcsípés helyén, később a bőrön máshol is körülbelül 5 cm átmérőjű gyűrű vagy kokárdaszerű piros folt alakul ki, ami egy idő után eltűnik, majd táguló koncentrikus körök formájában jelenik meg újra. A Lyme-kór akár agyhártyagyulladást vagy súlyos idegrendszeri károsodást is eredményezhet. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyáron kiemelten ellenőrzi a turisztikai ágazat adózóit, így a fesztiválokon, rendezvényeken, strandokon dolgozó vendéglátósokat, árusokat is. A NAV regionális sajtóreferense szerint a vállalkozók jelentős része továbbra sincs tisztában azzal, hogy kizárólag online pénztárgéppel tehetnek eleget nyugtaadási kötelezettségüknek. Ez alól csak a mozgó vendéglátást végzők képeznek kivételt. Az adóhatóság munkatársai az ellenőrzések során még mindig a nyugtaadás elmulasztását tapasztalják a legtöbb alkalommal, emellett a be nem jelentett foglalkoztatottak száma is magas, utóbbi esetben komoly pénzbüntetést is kaphat az adózó, akár diákot, akár felnőttet alkalmaz, dolgozónként 1 millió forintos bírságot is kiszabhat a hatóság. 300 ezer forintnyi aranyékszert adott át szatyorban ismerősének egy dombóvári nő. Később már hiába próbálta visszakérni az ékszereket, a nő, aki átvette azokat, leadta egy helyi zálogházban. Ez viszont bűncselekménynek minősül, ezért nyomozás indult az ügyben. Egy ismerősének adta az ékszerekkel teli szatyrot a Pórról jár dombóvári nő. Azt hitt, hogy olcsó bizsukat ad át a később őt megkárosító gyanúsítottnak. Az áldozat a testvérétől kért néhány olcsó ékszert, hogy egy barátjának adja, aki korábban sokat segített neki. A testvér azt mondta, hogy vegyen ki néhányat a szatyorból. Később vette csak észre, hogy valamennyi ékszer eltűnt. Hiába próbálták visszakérni a nagyértékű tárgyakat. A dombóvári rendőrkapitányságon indított a büntető eljárást egy 48 éves helyi asszonnyal szemben, aki még 2018. december 20-án egy ismerősétől tévedésből aranyékszereket és egyéb bizsú ékszereket kapott, melyekkel sajátjaként rendelkezett. Azt tulajdonosának nem adta vissza, hanem helyette a zálogházba vitte az aranyékszereket.
A rendőrök azonnal elfogták a 48 éves gyanúsítottat, aki egy percig sem tagadta, hogy pénzre váltotta a több 100 000 forint értékű ékszert. A 48 éves asszonyt a dombóvári rendőrök jogtalan elsajátítás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként. Az iratokat a dombóvári rendőrkapitányság munkatársai a napokban átadták az illetékes ügyészségnek. A jogtalan eltulajdonítás miatt a 48 évesnő akár 3 év börtönt is kaphat, és az okozott kárt is meg kell térítenie. Az egyik házi orvosi rendelőben dolgozó asszisztensre támadt egy 69 éves nő Szekszárdon. Az eset kedden történt. Az idős nő azért rontott rá az asszisztensre, mert az egészségügyi dolgozó több alkalommal megkérte őt, hogy ne tolakodjon be az éppen soron következő beteg elé. Az asszony ennek ellenére bement az orvosi rendelőbe, ezután kezdődött a tettlegességig fajuló vita. Többször felhívták a figyelmét arra, hogy várja ki sorát. A nő ennek ellenére betolakodott egy másik betegtársa elé, majd az orvosi rendelőben újabb szóváltásba keveredett az asszisztensnővel, és a rendelőből kifelé menett, egy alkalommal orron ütötte az asszonyt. A nő könnyű sérüléseket szenvedett az eset kapcsán. A szekszárdi rendőrök rövid időn belül a helyszínre érkeztek, ahol elfogták, majd előállították a 69 éves bogyiszlói nőt, és gyanúsítottként hallgatták ki közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Mobiltelefonokon keresztül terjed egy számítógépes zsarolóvírus Magyarországon. Erre egy kiberbiztonsági szakértő hívta fel a figyelmet. A rosszindulatú kód a mobiltelefon névlistáján szereplőknek küld adathalász SMS-t. A vírusra utaló jel, ha valaki régen nem kapott az adott személytől SMS-t, vagy ha rossz magyarsággal van megfogalmazva az üzenet. A nemzetközi kutatások szerint egyébként okostelefonokon sokkal gyakrabban reagálnak az emberek adathalász üzenetekre, mint számítógép. Mert a telefon sokkal személyesebb eszköz. Felére csökkent 12 év alatt a közúti balesetekben elhunytak száma Magyarországon. 2007-ben még 1232-en vesztették életüket az ország útjain, azóta évről évre csökkenő tendenciát mutatnak az ilyen tragédiák. 2018-ban 629 közúton történt halálesetet regisztráltak, vagyis nagyjából 50%-os a csökkenés. Az elmúlt 20 évben egyébként 2002 volt a legsötétebb esztendő ebben a tekintetben, akkor 1429 halálos áldozatot követelt a közúti közlekedés. Műszaki mentőversenyt rendezett a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság Dombóváron. A versenyen a megye 3 hivatásos és 1 létesítményi tűzoltóságának 6 fős csapatai mérték összetudásukat. A végső cél a jövő héten megrendezésre kerülő országos döntőbe jutás volt. A versenyfeladatok között egy szimulált közlekedési baleset felszámolása és a sérült biztonságos kiemelése és ellátása is szerepelt. A műszaki mentés során a csapatoknak egy autó áramtalanítását és stabilizálását követően a sérült kiemelése volt a feladatuk. A műszaki mentő versenyt tavalyhoz hasonlóan idén is a dombóvári hivatásos tűzoltóparancsnokság nyerte, így ők képviselik Tolna megyét az országos döntőben, amire az atomerőmű tűzoltóság is meghívást kapott. Most pedig egy hír, ami egy kicsit rólunk is szól. Ismét táborozó gyerekeket láttak vendégül kollégáim szerda délelőtt a Tolnatáj Televízió szekszárdi székhelyén. A gyerekek a helyi humánszolgáltató központ napközis táborának részeként látogattak el hozzánk, és mindent kipróbáltak, ami ahhoz kell, hogy műsorokat gyártsunk önöknek. Voltak, akik még a műsorvezetéssel is megpróbálkoztak, mások pedig a kamerákat kezelték, vagy éppen a vezérlőterem eszközeivel ismerkedtek meg. A műsorvezetéssel ismerkedett stúdiónkban Angelika, ő volt az egyik legbátrabb gyerek, azonnal kipróbálta, milyen is a kamerák előtt dolgozó munkája. Rajta kívül még 17-en vettek részt a szekszárdi humánszolgáltató központ nyári napközis táborában, aminek a szerdai napján a csoport a Tolnatáj Televízió szekszárdi szerkesztőségébe látogatott el. Felolvastuk a szöveget, és az ő is olvasnunk kellett, és vett minket a kamera, és volt egy főkamera, ahol a szöveg látszott, és onnan kellett leolvasnunk. A kezdeti megilletődöttségen és a lámpalázon hamar túl lendültek a műsorvezetéssel próbálkozó gyerekek. A legtöbben néhány perc alatt belejöttek a súgógépen megjelenő szövegek olvasásába. Nagyon furcsa így az elsőve, de utána be lehet jönni. Bele lehet. Közelítek és távolítani a kamerát.
A műsorvezetés mellett a gyerekek a stúdióban használt kamerákat is kipróbálták. Ezt is nagyon élvezték, de a legnépszerűbb mégis a nézők által sem látott vezérlőszoba volt. A műsoraink gyártásában résztvevő kollégáink itt állítják be, hogy pontosan milyen képek és hangok jelenjenek meg az otthoni televíziókban. A zöld háttér előtt felvett anyagok itt kapnak színes és mozgalmas hátteret, és a riportok közbeni és közötti feliratok és elválasztó szignálok is innen származnak. Gyorsítottam a feliratot, hát kameráztam ott kint, és még itt néztem, mit csinálnak, rájöttem, hogy itt lehet bármit csinálni. A Tolnatáj Televízió nem most először látott vendégül táborozó gyerekeket. A Szekszárdi Humánszolgáltató Központ szervezésében egész nyáron érkeznek ide diákok. A gyermeket nevelő családok augusztus végén kapják meg a szeptemberben esedékes családtámogatásokat. A jogosultak a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást és a gyermeknevelési támogatást is kézhez kapják. Postai kézbesítés esetén, amennyiben a címzett nem tartózkodik otthon, értesítőt kap arról, hogy hol és mikor vehető fel a támogatás. Az intézkedés mintegy 1,2 millió családot érint. 44 gyerek vesz részt idén a 2007 óta minden nyáron megrendezésre kerülő Kaposszekcsői napközis táborban. A tábor olyan népszerű, hogy nem csak a kis községből érkeznek oda gyerekek, hanem a környező településekről is. Az általános iskolás diákoknak a pedagógusok kézműves programokat, kirándulásokat és ismeretterjesztő előadásokat is szerveztek. Készül az emlékgömb a Kaposszekcsői nyári táborban. A tábort először 13 éve tartották meg a Dombóvárhoz közeli településen, a sikerét pedig az is mutatja, hogy Kaposszekcső környékéről is érkeznek ide diákok. Deák Rebeke a negyedik éve vesz részt a nyári programokon. Azt mondja, hogy nagyon szereti itt eltölteni az idejét, mert sok szép emlék köti a táborhoz. Nagyon sok élményt voltunk egyszer fürdeni, és hát nagyon sok jó élményt szereztem itt. Ettünk egyik évben kemencébe sült pizzát, és igazából nagyon jó ez a tábor. A táborban egyébként rengeteg programon vehetnek részt a gyerekek, kirándulásokat szerveztek nekik Dombóvárra és Orfűre, valamint rendőröket is meghívtak a közösségi ház munkatársai, akik szerint a kedvező költségek miatt is ennyire népszerű a tábor. Kézműves foglalkozások, kirándulások, játékok szerepelnek a programba. Mindenki, aki eljön segíteni önkéntesként, tehát azért kerül ennyire olcsóba annak is, akinek fizetős, mert nincs benne munkadíj. A minden nyáron két hét, most évek óta már első héten első másodikosok, második héten harmadik, negyedikesek jönnek. A tábort két turnusban szervezték meg idén nyáron, összesen 44 gyermek vehetett részt így a programokon. A környező településekről, Vásárosdomborról és Dombóvárról is érkeztek diákok Kaposszekcsőre. Regionális híreink következnek. 60 kínai egyetemista tanul Pécsen egy hónapig, barátságlakattal emlékeznek az itt töltött hetekre. Biztonságban a vízen, már mentőgyűrűs vízibiciklik is bérelhetők a Balatonon. Idén a nemzetközi porondra is kilépnek, elkezdte a felkészülést a kaposvári női röplabda csapat. Idén harmadik alkalommal érkeztek a kínai Hangzhou Egyetemről hallgatók a PTN nyári egyetem programjaira. Ezúttal 60 fiatal töltött el egy hónapot a Baranyai megyeszékhelyen. A négy hét alatt pedagógiai és anglisztikai tanulmányokat folytattak, emellett az európai és a magyar kultúrával is megismerkedhettek különböző programok során. Itt létük zárásaként barátságlakatot helyeztek el hallgatók és oktatók közösen a sétatéri lakatfalon. Ezt a lakatot helyezték el a pécsi lakatfalon a PTN nyári egyetem résztvevői. A sétatéren több mint 60 kínai hallgató vett részt az eseményen. Immár harmadik éve a Hangzhou Egyetemről érkeznek Pécsre a tanulók, minden évben egyre többen, mondta stábunknak Tarrósi István.
A mai napon pedig elhelyezünk egy lakatot a lakatfalon. Ezt most már egy hagyományként mondanám, igazából minden alkalommal ezt megtesszük, pontosan azért, mert ezzel is azt demonstráljuk, hogy mennyire fontos az együttműködésünk, mennyire fontos az, hogy ők Pécshez kötődnek, és hogy majd visszatérnek hozzánk, a szívük egy részét itt hagyják, és ez számukra is egy fontos dolog. A hallgatók és oktatók a még tavaly elhelyezett lakatot is megtalálták a falon, így az idei zászerkezet ennek közelében kattant a helyére. A fiatalok egyébként több mint egy hónapot töltöttek a Baranyai megye székhelyen, ez idő alatt több tantárgyat is hallgattak. Ez egy olyan egyetem Kínában kint, ahol a tanárképzés dominál, tehát egyrészt pedagógiai stúdiumokat, másrészt pedig az anglisztikához kapcsolódó stúdiumokat hallgattak, tehát polírozták az angol nyelvtudásukat ilyen formán, illetve ebben az évben európai kulturális örökséghez és magyar kulturális örökséghez kapcsolódó tárgyakat is hallgattak, vagy tudásokat is magukba szívtak. Az akadémiai programokat a Bölcsészettudományi Kar biztosította, míg a nyári egyetem teljes körű szervezését a Kapcsolati és Nemzetközi Esítési Igazgatóság végezte. A hallgatók számára a tanulás mellett változatos kulturális és szabadidős programelemekkel is készültek, melyek részeként megismerték többek között Pécs kulturális örökségét. Idén 5 éve annak, hogy a Mosolymanó Egyesület jótékonysági akcióval segíti az iskolakezdés előtt álló gyerekeket. Ezúttal is adományokból állítottak össze csomagokat, melyeket előzetes felmérés alapján a családok igényeihez igazítottak. Ezeket olyan az Egyesületnél regisztrált családoknak juttatják el, akik igazoltan rászorultak. Így például a gyermekvédelmi támogatásban részesültek, a fogyatékkal élő gyermeket nevelők, vagy a nagycsaládosok. Augusztus 6-án 17 család kapott ilyen módon iskolai felszerelést, ez 38 gyermeknek könnyíti meg az iskolakezdést. Azonban még legalább ennyi család vár segítségre, szeptemberben is tart adományosztást a Mosolymanó Egyesület, melyre várják a felajánlásokat. Elsősorban fiús iskolatáskákat várunk, de lányosokat is, de nagyon sok az igény a fiús iskolatáskákra, és minden belevaló, tehát toltartó, színes, gyurma, ecset, óvodásoknak ágynemű, van több ágynemünk, de elsősorban felnőtt méhető, ami volt, azt most már a mai nap kiosztottuk, és ugye járnak úszni is a gyerekek, vagy hogyha valaki hangszert tanul, akkor olyan igény is felmerül, hogy esetleg abba támogatni, vagy sportolásban, akkor olyan sportcipőt. A Balaton déli partján működik az első mentőgyűrűs vízi bicikli kölcsönző. Három település, Balatonlelle, Balatonboglár és Fonyódliget 9 strandján lehet már bérelni az életmentő segédeszközökkel felszerelt strandeszközöket. Köszönöm szépen a leírást, nyilatkozatot elolvasták és elfogadják. Nyilatkozatot írnak alá a bérlők a vízre szállás előtt. Ez azt jelenti, hogy elolvasták és megértették a vízi közlekedés szabályait. Ari Péter számára a nyaralás alatt is fontos a biztonság, ezért választották a mentőgyűrűvel felszerelt vízibiciklit. Aki nem tud úszni, de mégis kipróbálná ezt a lehetőséget, annak teljesen biztonságot nyújt szerintem. Úgyhogy ötletnek tartom, igen. A vízibiciklit kölcsönzők zöme tud úszni, ugyanakkor nagyobb biztonságot jelent számukra, ha van egy mentőeszköz is a vízi járművön. Ha az egyikünk beesik, akkor a másik utána tudja dobni, ha nem tud úszni. És akkor szerintem az sokkal jobb, mintha csak szimpánba mennénk és léteznénk. A Balaton déli partján működik az első mentőgyűrűs vízibicikli kölcsönző. A tulajdonos szerint fontos, hogy az emberek szórakozás közben is biztonságban érezzék magukat. A gyerekek számára pedig még mentőmellény is rendelkezésre áll. Ez ugyan nem kötelező, de tovább növelheti a biztonsági érzetet. Nem vártam meg, míg ezt szabály vagy törvény lesz rá. Úgy gondolom, hogy nem a szabály vagy törvény dönti az, hogy mentettünk emberek életét, vagy egyáltalán tudunk segíteni, vagy tudjuk oldani a testépségüket. Azt, hogy a többi kölcsönzős fogja követni ebben, én bízom benne, hogy igen. 28 balatonparti településen több mint 70 strandon helyeztek ki szemléletes, minden korosztály számára érthető prevenciós plakátokat. A cél, hogy a mentőgyűrűvel felszerelt vízi eszközöket részesítsék előnyben. A forró nyári meleg nem csak az emberi szervezetet viseli meg, de a növényvilág is szenved tőle. A Pécsi Egyetem botanikus kertjében 46 fokot is mértek idén az üvegházban, ahol ilyenkor fokozottan kell védeni a növényzetet. Kint is, bent is, többek között a több órán át tartó öntözés lehet a megoldás.
A botanikus kert udvarában a nagycserepes mediterrán növényeket sok vízzel kell ellátni. Automata öntözőberendezés gondoskodik az egész kerti növényzet rendszeres vízellátásáról. A nyári kánikulában nem ritka a 49 fokos hőmérséklet, a kaktuszházban éppen 41 fokot mutat a hőmérő, a pálmaházban viszont 60 fok is lehet. Ilyenkor az árnyékolás is fontos. Az üvegházakban a védelemhez tartozik a tetőablakok nyitvatartása és a ventilátorok használata. Is. Ventilátorokat néha beszoktuk indítani, hogy átkeverje a meleg levegőt a hideggel, így fölcserélje, és akkor ez, ahogy a lakásban is ugye használjuk a ventilátort, tehát kis teljesítményi ventilátort akár hosszabb ideig is lehet használni növények között, hiszen az álló levegőt is egy kicsit megforgatja, hogyha áll és pang a meleg levegő, az egyébként a kártevőknek nagyon jó, kedvez a tetveknek például, vagy az atkáknak, tehát ezzel is tudjuk esetleg kicsit a kártevőknek az elszaporodását csökkenteni. A hőségben gyakori a napi 5-8 órás öntözés a Pécsi Tudományegyetem botanikus kertjében. Van olyan, hogy 50 köbméter víz is elfogy. A gondoskodást meghálálják a növények, például a dézsásak közül állandóan virágzik a leander, de most nyílik a kínai sejemmirtusz piros, rózsaszín, fehér árnyalatokban. Nagyon divatos az utóbbi évtizedekben a mocsári hibiszkusz, amelynek tányérméretű nagy virága is lehet. Ez megint csak a fehértől a pirosig mindenféle színárnyalatban megtalálható, sok helyen látni így kertekben is, ezzel a nagy májva virágával. Ez egy kicsit vízigényesebb, tehát ezt nyáron sokat kell öntözni, hiszen a nevekben is benne van egy mocsári hibiszkusz. Sok évelő növény cserje nyílik a nyár második felében, melyek őszig virágoznak. Ilyenek például a kaktuszházban található dögvirágfélék. Ezek nagyon szépek, de kellemetlen illatúak, azonban ezáltal vonzák magukhoz a döglegyeket. A színpompás botanikus kert ontja a látnivalót. Turistáknak, pécsieknek nyáron is érdemes ellátogatni ide. Megkezdte a felkészülést a következő női extraligás szezonra a Kaposvár női röplabda csapata. A keret szinte teljesen megújult, amely azért is lényeges, mert a Somogyi megyeszékhely röpislányai nem csak a magyar bajnokságban, hanem a nemzetközi porondon is megmérettetik magukat. Nem a labdáé volt a főszerep a Diamant röpislányainak első edzésén. Kiváló kerettel kezdték meg a felkészülést, fogalmazott Sasa Nedeljkovics vezetőedző. Hozzátéve a tárgyalások az igazolásokról már az év elején elkezdődtek, és egészen mostanáig tartottak. A célunk az volt, hogy jövőre próbáljuk a legjobb csapatokkal fővenni a versenyt, és ott legyünk. Gondolom, hogy ezzel a kerettel képesek leszünk, még két játékosunk hiányzik. Tála Zsuzsana és Miklai Zsanett, akik válogatott még mindig készülnek az EB-re. A szabadkai szakember hangsúlyozta, fontos, hogy a játékosok megtalálják egymással a közös hangot, és megfelelő legyen a munka hangulata is. Ez a két szempont elengedhetetlen a jó eredmények eléréséhez. Ugyanakkor a felkészülés elején mindenkire külön odafigyelve alakítják az edzések erősségét, hiszen tudni kell azt is, melyik játékos mennyire terhelhető. Fontos az egészségük megőrzése, hiszen csak akkor lehet a maximumot hozni. 1-2. Új igazolás a klubnál Tatjana Matic, a 30 éves szerb klasszis Nyíregyházáról érkezett a Somogyi megyeszékhelyre, és külön öröm számára, hogy újra együtt dolgozhat korábbi edzőjével. Úgy látja, jó szezon elé néznek majd. Új és jó játékosaink vannak, nagyon sok tapasztalattal, híres európai csapatokból, fogalmazott Tatjana Matic. Jó szezonra számítunk, a legjobb eredményekre. Nem tudjuk, hogy mi fog történni, de nyilván megtesszük a legtöbben, amit tőlünk elvárható. Erre készülünk. A kaposváriak a tavalyi évadban az 5. helyen fejezték be a pontvadászatot, ami az elmúlt 10 év legjobb eredménye volt. A Diamant a következő szezonban szeretne versenyben lenni a legkiválóbb hazai csapatokkal, de emellett története során először a nemzetközi porondon is letenné a névjegyét, ugyanis benyújtotta szándéknyilatkozatát a Challenge Kupa indulásra. Végül mutatjuk röviden, miről szólt a híradó. Kórházi dolgozóktól lopott, Szenteste napján sugrant be az intézménybe a szekszárdi férfi. Százezreket adott át szatyorban, fogalma sem volt a nagyértékű ékszerekről a porúját nőnek. Látogatók, táborozó diákok ismerkedtek a Tornatáj televízió stúdiójával.
Kaposszegcsői nyári tábor 13 éve töretlen a rendezvények sikere. Csütörtökön egy hideg front hatására csak kissé frissül fel a levegő. Délelőtt élénk, délután mérsékelt északnyugati szélben változóan felhűs napos idő várható. Zápor, zivatarbóc elvétve kevés helyen fordulhat elő, kicsi tehát az esélye ebben a térségben. Éjjel csökken a felhőzet. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Viszontlátásra!